Itt most a Manchesteri Tudományos Múzeumban vagyok, és mindjárt felolvasom nektek a múzeumnak a szabályait. Jönnek itt hátad mögött. El fognak férni. Első, mindenki, aki elkésik a munkából, ezt megbírságolják. Mindenki, aki ott hagyja a munkahelyét és beszélget, azt megbírságolják. Minden káromkodás vagy udvariatlan nyelvi beszéd után a első ismétléskor, miután már megbírságolták, az illetőt elbocsátja. Hát káromkodni se volt szó. Akkor volt igazság. Igen. A gépeket ki kell söpörni és meg ki kell tisztítani minden étkezési időben. És mi ez a következő? Akkor is volt igazság. Nem ám akárki. Ezt nem is értem. Ez a férfiakra meg a nőkre vonatkozik a következő szabály, de nem teljesen értem, hogy itt mi a vétség, de a lényeg az, hogy először megbírságolják őket, utána meg elbocsátják. Nem lehetek együtt tartózkodni sem, mert... Igen, nem lettek együtt sem. Tényleg? Na, ez a következő, ez jó. Hát, hogy a főnökség ragaszkodik hozzá, hogy minden munkás legalább egy héten kétszer megmosakodjon. Legalább kétszer. Aki úgy találnak, hogy nem mosakodott igen. meg, azt megbírságolják minden alkalommal. Itt nincsen elbocsátás, úgy tűnik. Tehát itt ez bocsánatos bűn volt. Azt mondja, hogy... Hát aki elvisz magával bármit, például egy ilyen fonal köteget, azt megbírságolják. Akik meg verekednek, vagy megütik a másikat, azt megbírságolják. Itt sincsen elbocsátás, úgy tűnik, lehet, hogy ez gyakori vétség volt. És az utolsó... hát na ez is jó. Tehát, hogy az a személy, aki szándékosan megrongálja ezt a szabályt, ezt a táblát, azt kirúgja. Na ez volt a itteni szabályrendszer.